Köszöntök mindenkit a házi állataim halálának hajnalán, én Uno vagyok, játszunk egy kis Rimworld-ot. El is indítom az időt, és valószínűleg eljutottunk ahhoz a részhez, ahol tápos csirkéket fogunk nevelni. És újabb emberrel bővülünk, aki még több ennivaló felemésztéssel jár. Na lássuk, hogy ki vagy te? Bad luck, de jó neved van. Azért itt nem nagyon lehetsz népszerű így a barátaid közé. Hello, hogy hívnak? Hello, én Tom vagyok, és téged? Hello, én Sam vagyok. Hello, te Sally, és te rossz szerencse. Na minden, megnézzük, hogy ki ez a srác. Jó kézműves. Oké, nem indulsz rosszul. Gondozása 13, szintén nem közelharcos, és abban elég átlagos, és gyógyítása se rossz. Állhatatos idegösszeomlása küszöbb, az kicsit kisebb, de jó. És piromán. Gratulálunk! Nagyon-nagyon ügyes vagy. Szemét. Lássuk, van a függőség, de nincsen függőség. Szüksége, kopott ruhát visel, ennyi a probléma. Bad luck, köszöntünk a csapatba, nem vagy éjjeli bagoly, tehát minden egyes szabály ugyanúgy vonatkozik rád, mint a többi nyomorultunkra. És talán be is hordhatod ezt a húsit. Mert tápot kell majd csinálnunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy tápot csináljunk. Valamint a horgánszat is, a hidroponics is. Most jutottunk el arra a pontra. Hódok! Sok hód. Hát akkor ezek a hódok szépen felzabálják a fákat, a ragadozók meg a hódokat. Nem foglalkozunk a hódokkal, ugyanis az a fa, ami itt található a mi telkünkön, az bőven elég ahhoz, hogy fedezze a mi fa szükségletünket. 1282 fa van, mi kell még? Simán fel is használhatnánk őket. Ú, de jó. Egy kis neutralmint is csinálunk. Nagyon sok koralistánk van, azt kell megállapítsam. Bad luck. Nagyon jó helyen alszol, remélem kényelmes komám. Megkapja szépen ezt a szobát, és valószínűleg meg is állok a koralistáknak a bővítésével. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. A 13 az egy szerencsés szám szerintem. Hölgyeim és uraim, itt van a nagyszerű lehetőség, hogy az újabb koralistánknak adjatok egy nevet, és mivel nagyon sok fánk van, szeretnék megmutatni valamit, majd hogyha fel kell az építészünk, mondjuk úgy Tom. Kelje a barátom. Ez az. Kajáljál! És lebontja ezt mészkőfal. Nemes feladat lenne, valóban. Valóban. De más feladatot szárok neked, drága barátom. Nem ezt. Először is hőmérsékletnél itt csinálunk egy ventilátort. Igen. Ide. Hogy áteresszük. Tom. Tom vagy nem Tom? Emellett van még kályhánk, amit nem rakunk be. És van lámpánk. De hogy van? Miért lenne? Nem baj, akkor csinálunk egy lámpát. Ugye a bútorzatnál van, álló lámpát készítünk, és ide szépen lerakjuk. Valamint mivel itt a szomszédos helyiségben van egy kályha, egy radiátor, ezért nem szükséges ide is egy radiátort raknunk le. És amit szeretném mutatni, az ágy. Fából készítjük el az ágyat. És meg is mutatom nektek, hogy miért. Tom, száraz tápot gyárt. Fantasztikus. Foglalkozott-e mindennel, csak azzal nem, amire én kellek. Nem soká kikelnek a tojások. Száraz tápunk 189 van. Úgy látom, ez is elég vészesen fogy. A kajánk, az még van 1300, ez valameddig jó. Mit kutatunk egyébként? Pszichotikus hullámok. Valami gyűrületgenerátor dolgozik a távolban. Erős pszichotikus hullámot bocsájt ki az egész régióra, olyan frekvencián, ami csak a nőnemű nemet érinti. Némelyek hangulata igencsak rosszabb lesz pár napig. Milyen finoman közlik egyébként, hogy pszichopata állat lesz belőle, nem? Jó, készen van az ágy. Ez az ágy, ez egy normál ágy. Keresünk még egy normál ágyat. Itt van. Gránit normál ágy. Rámentek az információra, és látjátok, hogy pihenési hatékonyság 190%. Rámentek a normál fa ágyra, és látjátok, hogy a pihenési hatékonyság 100%. Tehát azért akarom mindenkinek ezt elmondani, aki játszik a játékkal, és szeretne erre rámenni, hogy oké, hogy itt van a kő, oké, hogy fel tudjuk használni, és hogy az életereje sokkal nagyobb például ezeknek a tárgyaknak. Ez azért fontos, mert hogyha itt felrobban egy vezeték, mert természetesen annyi eszünk van, hogy itt a vezetékeket itt kell vinnünk, akkor az ágy, ami kőből van, nem még annyira gyorsan széjjel. Viszont Bad Luck megkapja ezt a nevet. Nevet, ágyat. Valamint Tom, majd ha biliárdozott, akkor megcsinálj szépen a lámpát. De miért nekem kell építkeznem?
Nem lehet, hogy valaki más csinálja helyettem? Ugyan, barátom, hát. Miért is foglalkoznál ilyenekkel? Kell alkatrész a lámpához? Nem, minek? Oké, Bad Lucknak van szépen egy szobája. Ezeket szerintem kiegészítjük azokkal a dekorációs elemekkel, amikkel a többieket is. Ellátjuk, és mészkövünk. Azt hiszem, bingo. Mészkőből mások. Négy enyhe összeomlás veszélyünk van, ugyanis a nőneműek azok most kapják az agyukba a pszichotikus hullámot, és kikáltak a csirkéink, azaz megnőttek. Csibéink vannak. Életmentő lesz, hogyha ezek a csirkék megfelelő mennyiségű húst fognak adni nekünk. 509 növényünk van, és amit akarok ebbe a részbe, az pedig ennek a helyiségnek a berendezése. Lebontjuk ezt a pillért. Na, szuper, frissítünk, nem frissítünk most. Most rimworldozunk. Takarodj innen! Idegösszeomlás, zabálás. Ursulánnal. Hát azt már megszoktuk egyébként, hogy Ursula egy kicsit érzékeny pszichotikusan, nem mondhatom. Szavamra. Valamint elkészül lassan az istálunk is. Ezeket innen hordjuk el. Ezeket is hordjuk el. És a hidroponikus növénytermesztésnek a meleg ágya lesz ez a helyiség. Lássuk, hogy mennyi alkatrészünk van hozzá. 29 alkatrész, ami jó. Vasból pedig van néhány. 1600. Na most megpróbálkozunk az elején egy jóval kisebb... Igen. Egy jóval kisebb területtel. Ácsi. Kvarc lámpa. Aha, hogy legyen egy hely még, hogy tudjanak mászkálni. Oké. Okay. Akkor néhány dolog még, amire szüksége van ebbe a helyiségbe, az pedig mészkő tömbből fal. Így, nem úgy, így. Szuper. Azokat onnan elhordjuk, ott megcsináljuk a kvarc lámpát, és a kvarc lámpa elkészítésével párhuzamosan, de húzunk be energiát. Mondjuk úgy így. Egyelőre. És a hidroponikus növénytermesztésre fókuszálunk. Megnézzük még egyszer a kvarclámpának a zónáját. Szépen a bázisunkba elkezdünk növényeket termeszteni. És a termelésre kattintva a hidroponikus ágyást választjuk. Hogy is volt? Azt hiszem, hogy így, 1, 2, 3, 4. Ez pedig 1, 2, 3, 4, 5. Elméletileg így van a hidroponikus növénytermesztés, viszont... pörgessük rá, csináljuk meg. Hol van Tom? Mark? Ja, a aszma. Azt hiszem Mark aszmás. Így van. Enyhe aszmája van. 40 évesen. Hát... csak ide bent van folyamatosan a hegybe. Tom? Tom vagy nem Tom? Száraz táp. Elég rendesen fogy ez a száraz... táp hozzávaló. 1500 kajánk még van. Nagyon remélem, hogy pihen. Hát nem jutottunk túlságosan előrébb, az az igazság. Ursula már nem habzsol. Örülünk neki. Az a habzsolás, az most nagyon-nagyon kapóra jött. Ostrom és rokonság. Bravo! Bravo! A játék abszolút ráérzett arra, hogy mi lesz a legjobb pillanat, amikor megpróbálja szétverni az egész eddigi munkámat. Persze nem lesz szétverve, csak kicsit megpocsékolva. Mert az ostromnak van egy nagyszerű tulajdonsága. Kettő. Az egyik nagyszerű tulajdonság, hogy hegyen belüli zónára nem tud lőni. Egészen addig tud sebzést okozni, amíg a tető nyitható a helynek a pereménél. Ez néhány kockányi hely. Mint például itt szerintem ide simán be tud lőni a hűtőbe. Vagy ebbe a helyiségbe. Vagy ebbe a helyiségbe, ez már nincs a hegyen belül, illetve ezeket. Szarrá tudja lőni. Így az energiafogyasztásunkat tudja szabotálni egy nagyon-nagyon rövid pillanat alatt. És rokon is van. Fivére. Kinek? Az érkező csoportban kalózok olyan személy van, aki rokona valamelyik gyarmatosodnak. Ne feledd, ha ettől függetlenül megtámadják egymást a frakció rossz viszonya miatt. Nincsen ha, ettől függetlenül megtámadják. Lövész, zsoldos, Hattle,
Fivér, gyarmatos, küldetés. Mission, küldetés, itt van a bro. És lássuk, hogy mekkora hat test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Remélem te éhes vagy. Nem, nem vagy éhes. A francba, és itt vannak legalul. Legszarabb helyen vagytok, srácok. Mert hogyha még ide jönnek fel, akkor oké, ide kijövök, kinézek, bum-bum, lelövök még egyet. Az még hagyján. Erről az oldalról ugyanaz. De innen... Ki a legjobb lövészünk? Mortis? Önként jelentkezel a feladatra? Ó, nagyon szuper! Mortiszt hadba is állítjuk. Egészen jól állunk. Hol mi? Van egy tápanyag pép, ami nem a legjobb minőségi étel. Tényleg azt mondtam, ezt az óriás lajhárt innen ki fogom szedni. És húsát! És bőrét hasznosítom. Na lássuk, hogy hol vertek tanyát. Szuper! Ostromról néhány szót. Amikor... nem rajtaütés, hanem ostrom van, akkor jön egy csoport. Különböző felszereltségű, fegyvere felszerelt emberek, amik közül egy mesterlövész biztos van. Na most, Pacer, nála van egy mesterlövész, egy AVM, egy silány, ami 56 ótáv, 51 sebez. Nem fasza, megmondom miért. Mert a mi fegyverünk... az 45-ös hatótávú és 41 sebez. Tehát mindenféleképpen úgy kell megpróbálnom meg ostromolnom az ostromlókat, hogy Pacer-től távol maradjak. Egy, kettő. Mortálokat fognak lepakolni, amik egész pályára tudnak tüzet nyitni a kolóniámra. Mindegy, hogy hol vannak a pályán, mindegy, hogy mekkora pálya van, lerakják és utána lövedékeket lövöldöznek. Egészen addig, amíg meg nem unják, vagy pedig, ami jelentős kárt nem okoznak a kolóniámba. Akkor jönnek, és akkor megostromolnak, ugyanúgy megrohamoznak, mint egy egyszerű támadást. Viszont a kiéheztetés nem opció, mert újabb csomagok érkeznek, túlélő csomagok. A lőszerelfogyás nem opció, mert újabb lőszerek érkeznek. Az egyetlen egy megoldás, hogyha ellentámadást indítasz, vagy pedig, hogyha neked is vannak ugyanilyen mortálok, acéltarack, elnézést, magyarul, tarack, és tarackkal elkezdett tüzet nyitni ebbe a zónába. Méghozzá azért, mert hogyha tüzet nyitsz ebbe a zónába, szerencséd van, nem sivatag, növények vannak körülötte, és az épített területen, mint például itt a homokzsákoknál, tűz keletkezik, home zone-ként kezelik, és megpróbálják eloltani a tüzet. Van eszük, elműjék. Az első szakaszban, hogyha szerencsénk van, akkor közel a kolóniához építkeznek. Egy. Kettő. Ha nagyon erdős területen vannak, sok idő elmegy azzal, hogy fát vágjanak, és ki tudja, és le tudják építeni az építményeket. És van esélyünk, hogy a kolonistánk szépen időben odaér. Nem fog időben odaérni, úgyhogy valószínűleg elkezdenek ostromolni minket. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nem fognak nagy kárt okozni. Na most, aktuális helyzetnél kettő lehetőség van. Vagy megvárom, hogy ebbe a zónába valaki belekerül, és megpróbálom lelőni. Elég sok fa van, úgyhogy jó védettséget kapnak. Plusz még ez az épület is inkább ellenem van, mint mellettem. Ezen kívül még lehet az, hogy ide feljövök, és megpróbálok innen tüzet nyitni rájuk. Nem fogom csinálni, mert nem tudom visszatölteni a mentést, ha elcseszem. Ezért ide állok, és innen fogok megpróbálni kiszedni néhány embert. Pacer kivételével mindenki üthető állapotban van, úgy látom. Ennél egy MG42. Júj, de szerettem az SK Hardcore modba ezt a fegyvert. 8 sorozatot lő ki 35-ös hatótávról, és lövésenként 15-öt sebez. Nagy szórása van, de nagyon erős fegyver. Nagyon-nagyon szerettem. Van még ott gránát, van még bunkósbot, van még pajzs is, igen. Egy ásóval jön meg pajzsal. Oké. Okay. Hopp, itt is van a kis drága koronistám, és közelebb kell menjek. Lássuk. Van-e valami? Nem vagyok elég közel. És nincsenek... nem mennek kijebb. Most azt kell megnézem mindenféleképpen, hogy Pacer... hol van? Itt van. És mindjárt elkészül az egyik ostromgép. Meddig zabálsz még? Rokonság. Hell. Téged nem kéne kinyírni egyébként. Jó lenne, hogyha így megfutamodnátok. Néhányukat meg kellene ölnünk. Mindenféleképpen. Ide azért nem akarom behozni, mert ha menekülnöm kell, akkor menekülnöm kell.
Második lehetőség, meg kell várni az estét, mert ezek a koronisták is elfáradnak. Ugyanúgy a szükségnél itt van a pihenés. Most a koronistáim elég jól kipihenik magukat, és ide begyűlni, és torkol a tüzet nyitni rájuk. Megnézem, hogy melyik lesz a hatékonyabb. Ha nem tudok kárt okozni Mortisnak a segítségével bennük, akkor az a baj, ennél jobban nem jön ki. Nem hülyék. Akkor valószínűleg mozgósítom az egész osztagomat, és megtámadom őket. És lesz, ami lesz. Ha valaki temet nem kell, akkor megteszem. Júj! Azt hiszem, hogy tudják, hogy itt vagyok. Kurva életben! Menekülj, Mortis! Hát... B-verzió. Sétálunk. Úgy se hagyják abba, amíg nem ölik meg szegény Mortiszt. Erős összeomlás veszély. Harley Quinn. Aranyom. Egyél valamit. Közepes pszichotikus hullám. Van most kicsivel nagyobb problémánk, az az igazság. És minket cél az az a paraszt. Jó, menjünk följebb. Szerencsére nem pontos lassú lövés. Fú, elég sok időbe kerül. Itt egész nyugodtan járkálhatunk. Mortis, miért? Ah. Nem már, mindig elfelejtem, hogy nő nem ő. Szerencsétlen Mortis. Na, most már elméletileg a bázisunkat támadná. Megpróbálunk közelebb jönni. Hát, ha ez nem fog megvalósulni. Na, lássuk az első köpés, hogy megy. Ugye a hegyekben nem látszik. És minél jobban élesedik a hangja, a becsapódáshoz annál inkább közel áll. Elnyelte a hegy? Igen, erről beszéltem. Van esélye arra, hogy túléljük? Persze nem sok. Akkor kockáztatnunk kell. Közelebb kell mennünk, és... Pészőnek a hatótávján kívül kell maradjunk. Na, most becéloztunk valakit. Nem? Nem. És ilyenkor nem tudnak emberekre vadászni a medvék. Csodálatos lövés! Gyönyörű volt! Egyszerűen pazar! 11-es lövészettel még nem is mondható túlságosan nagynak. Tomnak 13-as. Ez hihetetlen. Tom, te miért alszol? 6 óra van. Kelj fel és cserélsz majd Mortisszal. Gyerünk, még valakit. Pészor úgy gondolja, hogy abszolút biztonságban vagyunk, most miért stresszeljünk? Na, Inigo? Nem. Még egyszer. Koncentrálj, gyerünk Mortis. Kiszered. Ah. Még egyszer, gyerünk. Menni fog. Hopp! Bumalop! Tényleg! Kinyírom a bumalopot és felrobban! Másik lövés, remélem, hogy nem írja ki, hogy tűz van. Gyerünk Mortis, gyerünk! A kurva életbe. Pacer, maradj ott, takarásba. Bumalop, te pedig pusztulj! Gyorsítsunk. Ez az! Fantasztikus lövés volt! Tom, mit csinálsz, barátom? Száraz tápot. Oké, okay. Nem kérdés. Oké, okay. Szükségek maximális. A hangulata nem valami jó. Klaustrofóbia enyhe. Megsértették, Pablo? Vissza, igen, fázik, bionikus testrész. Jó. Akkor egy kis harccal élénkítsük fel magunkat. Nem felejtem el.
Ott is... Igen. Oké, te mit csinálsz? Ég. Az nagyszerű hobbi. Mindenki ég. Oké, tudom, ott is ételmérgezést kapott, értem. Értem, persze. Ez az! Kettő mínusz! Kit támad? Szerintem Pacert. Nem. Ez így nagyon-nagyon jó lesz. Oké, megvan az első ember. Nem, nincs. Hopp! És felrobban! Éljen! Imádom a bumalópokat! Hey! Melyik seggfej lövöldöz? Akinek nem kéne. Nagyszerű. Menjünk innen. Menjünk. Oké. Óriási nagy károkat okoztunk. Kinél van? Mortisnál. Mortis nénink, köszönjük szépen az asszisztációt. Ezt dobd el. Ezt dobd el. Ezt vedd fel. Ezt pedig vedd fel. Cserélünk fegyvert. Hűha! Ja? Hogy meg is kezdik a rohamot? Oké. Faszák vagytok, srácok. Oké, gyertek. Most már senkit nem érdekel, hogy itt. Mi van? Van ott egy sérült? Hattle! Te aztán kaptál az arcodba. Fürge és aszkéta. Nem rossz tulajdonság. Gyerünk! Gyerünk, Mortis, gyerünk, Tom, meneküljetek! Mert jön Middletown, Ninigo! Tony! Kyle és... Hattle... A rokon! A rokon sérült le! Oké, visszavonom, a játék szeret minket! Hú, hát ez rohadt nagy mák volt. Oké, szerintem... Hadba fogom hívni a koronistáimat, de minimum ezt felkapcsolom. Jó lenne egyébként azt a mesterlövész puskát így lenyúlnunk. Silány minőség, hogyha jól emlékszem. Tony? Nem Tony. Itt van, Pacer. Silány, igen, 93%. Lássuk, hogy mit tud. 50, 70, 79. Annyira azért nem rossz. Na akkor szépen a sújtó csapdákon menjetek át. Mortis, te megcselekedted, mit megkövetelt a kolónia. Úgyhogy... Szépen nézzük végig, hogy hogyan küzdenek meg ezzel az apró akadállyal itt. Sehogy! Egy mínusz? Gyerünk, Tony! És menekülnek! Szuper! Legyőztük az ostromlókat! Ez nagyon-nagyon jó hír. Most már... Egy olyan dolog van hátra, hogy őt elfogjuk. És... Nem lett depressziós küldetés, mert nem öltük meg a testvérét. Lehető legjobban jöttünk ki. És mi volt? Egyetlen egy bumalópot lelőttünk. Tökéletes. Miért kellene más megoldás, amikor ez ennyire helyén való? Pörögjünk fel. Ők szépen lelépnek, nem kizárt, hogy vissza fognak jönni. Ursula és Sólyom. Remek, bonyolzatok csajok. És klasszikus, befekszenek egymás mellé. A jó, szétverted az arcom, hát te is, már ne haragudjál. Növényből 241 zöldségünk van. 78%-os a rizs, ez most lett learatva. Ez még most lesz. Illetve ehhez kell minimum 2 nap. Szerintem annyi időnk már nincs. Ha nagyon-nagyon problémás lesz, akkor... Nem tudom egyébként, hogy a... Tápanyag pépesítőt megeszik-e? A pépesített kaját. A sajnos nem tudom.
Oké, akkor szépen kapcsoljuk fel ezeket, hogy tudjuk fogadni a rabunkat. Nem a rabot, hanem a rabunkat. Ez mi? Jaj, Tony, nem már. Nem már, hogy hülye vagy. Szétversz itt egy ajtót. Na, köszönöm szépen. Egy kis felszerelést összekapunk. Valamint a ruhát is a támadóknak. És kijavítjuk, amit Tony széjjelvert. Nem tudom, hogy miért ott kellett jönni. Mi értelme van? Oké, így van, kint egyetek esőbe. És az eső eloltja a tüzet. Ugye mekkora durva információt mondtam? Van itt egy vacak fegyver, ami mindjárt tönkre is megy. Némi kis acél. 7 nap múlva megromlik, azt nem visszük onnan el, az sem, ha tegyen a maci. Viszont a lebontás parancsra kattintunk. És amit az ellenfél felépített, azt mi le tudjuk bontani. Úgyhogy remélem, hogy kijön majd egy emberünk, aki a lebontásért felelős és elvégzi a munkát ideként. Télnek a 8. napján vagyunk, télnek a derekán. Szépen szivattyúzzuk kifele innen a vizet. És nagyon-nagyon szorul a hurok a nyakunk körül. Energiát azt már fogyasztunk, viszont itt lenne az idő, most már, hogy az ostromot visszavertünk, hogy hidroponikus növénytermesztésben otthon legyünk. 1, 2, 3, 4, 5. Így van, ez lesz így. Sokat gondolkoztam, hogy milyen, hogy is vannak ezek a hidroponikus ágyások, de így vannak. Igen. Hogyha elkészül, akkor meg tudom mutatni mindenkinek, hogy milyen tempóba teremnek a növények, viszont jó lenne egy építész. Lebontja ezt. Ó, hát nem mindenki idejön, hogy lebontsa. És figyelj, egyet le fog bontani, és elmegy. Nem ám főnök. Ne legyél már hülye. Legalább te nem. Legalább ti nem. A legjobban gyűlölöm ezt, amikor egyetlen egy dolgot leszeretne bontani, és utána visszamegy a bázisba azért, mert akar valamit csinálni. A legillúzió rombolóbb. Nagyszerű. Úgy van. Nem tudom, hogy a játéknak milyen logikája ez, de így elindít egy parancsot, hogy a kolonisták szedjenek szét valamit, és időközben mondjuk éhes, vagy fáradt, vagy szomjas lesz, hogy ugye eltelik a munkaidő, és már aludni kéne időzóna szerint. És a pihenése is eléggé pocsékul van. Pablo? És most, hogy itt vagy, Tom, légy szíves. Ó, Mortis 2-t is lebontott. Főnök. Mortis. Igen. Rengeteg vasat becipelünk. Ja, akkor a többit majd később. Szuper! Hölgyeim és uraim, ez egy fantasztikus rész volt. Igaz, hogy amit szerettem volna, azt nem tudtam megvalósítani, ugyanis ez a támadás, ez nem esett valami túlságosan jól. Viszont van itt egy fürge és egy aszkéta emberünk, aki elég sok mindent, hát annyira sok mindent nem tud. Egyszerű munkát nem tud gyártani, nem tud meg szellemi munkát. Művészetekben átlagos, földművelésben nem rossz, gondozásban határozottan jó. Egy 18 éves rokona küldetésnek. Két verzió van. Az egyik az, hogy megpróbáljuk átállítani magunkhoz, a másik pedig, hogy szabadon engedjük. Kérek mindenkit, hogy kommentbe írja le, hogy mit csináljunk ezzel az emberrel. Hattle álljon be hozzánk, és legyen potenciális tagja a mi kis közösségünknek, vagy pedig eresszük szélnek, és mondván azt, hogy a testvéredet nem tudtad bántani, mert szerencsére hamarabb gyulladtál fel, ezért hadd menjen tovább. Hasznos tagja lehetne a társadalmunknak, viszont, mint támadóként el is tudjuk engedni, és élheti azt az életet, amit vagy választott, vagy pedig rákényszerítettek. Minden esetre gyógynövényt fog kapni az úriember, semmilyen testrésze nem hiányzik, nincsen fogyatékossága, valamint azt hiszem, hogy nem, nincsen függősége sem.
Úgyhogy kérek mindenkit, aki úgy gondolja, hogy szeretne beleszólni a kolóniánk életébe, írja le, hogy szabadon engedjük, vagy megpróbáljuk betoborozni. Nem mutatom meg, hogy hány százalék esély lenne rá, úgyhogy mindenki írja le, hogy mit gondol, mit szeretne csinálni, természetesen a többség akarata előtt fogok meghajlani, vagy azelőtt, aki a legfrappánsabban fejezi ki magát, hogy miért kellene elengednünk, és miért kellene befogadnunk. Úgyhogy, aki hallotta, aki érez magában elég lelkesedést, hogy ennek a kérésnek eleget tegyen, annak várom a kommentjét odalent. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, nagyszerű részt zártunk, örülök, hogy az ostromot is meg tudtam mutatni, és remélem, hogy a következő részben is itt maradtok velem, és együtt izgulhatjuk végig az újabb megpróbáltatásokat Kulin világába, Pablo a kokainbárónak a kolóniájába. Köszönöm még egyszer a figyelmet, én Uno voltam, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!